Túl korán születtünk ahhoz, hogy felfedezhessük a világűrt, és sajnos túl későn, hogy felfedezhessük a Földet. Hiába híresült el ez a mondás, azért nem teljesen igaz, hiszen már elkezdte kapirgálni az emberiség a világegyetem felszínét, és ugyanakkor a Földön is van még bőven mit felfedezni. Elég, ha az óceánok mélyeire gondoltak. De persze a bolygónk felfedezése még csak az első pont, be is kell azt járni ahhoz, hogy igazán megismerjük, mi van az utcasarkon túl. A legtöbb gyerek erről álmodik, de felnőtt korunkra kevesen maradunk igazi kalandorok. Szerencsére azért voltak páran, közülük mutatok be nektek ma 10-et. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 nagy kalandort a történelemből, akik kenterbe verik Indiana Jones-t. Douglas Mawson nem az az otthonülő típus, ha világjárásról van szó, elment egészen a déli sarkon túlra is. Az Antarktisz felfedezésében kulcsszereplőnek számított, tagja volt a híres Nimrod expedíció csapatának, amely elsőként próbálta meghódítani a déli sarkot. Ez azonban nem volt neki elég, így inkább új emberekkel saját felfedező útra indult. Az ausztrál-ázsiai antarktiszi expedíció 1911-ben indult el, utitársai egy svájci síbajnok Javier Merz és egy brit köztisztviselő Belgrave Ninnis voltak. Céljuk a Scott bázis volt, melyet egy addig ismeretlen területtel próbáltak összekötni. Utazásuk azonban a 35. napon tragédiába torkolt, Ninnis egy gletszer szakadékba zuhant, magával rántva az élelmük nagy részét és a szánhúzó kutyákat is. Mawson és megmaradt társa mindössze 10 napra elegendő élelemmel rendelkezett, így a két felfedező visszafordult. Sajnos a rossz körülményekben Merz nem sokkal később belehalt. A meggyötört Mawson egyedül folytatta tovább útját, ám bal szerencséjére ő is belezuhant egy szakadékba. Csodával határos módon kimászott onnan, majd pár nappal később talált egy elhagyatott élelmiszerraktárt. Innen felpakolva 3 hónappal később végül visszatért az eredeti bázisra. Alexander David Neal a 20. század fordulóján fakanál és varrótű helyett inkább Ázsia ismeretlen vidékeit választotta. 18 éves korában felpattant a bicikliére és eltekert Brüsszelből egészen Spanyolországig. Ezt valószínűleg túl közeli úti célnak találta, ezért miután 1911-ben elhagyta férjét, megkezdődhetett ázsiai körútja. Első állomása az India északi részén található Szikkim állam volt, ahol elsajátította a tibeti nyelvet és kultúrát. Ő volt az első európai nő, aki találkozott a Dalai Lámával, akitől sokat hallott Lasáról, a tiltott városról, de be persze nem mehetett. Az Indiát gyarmatosító angolok nem voltak épp jó viszonyban Tibettel, és papíron tilos volt neki oda menni, ezért a brit követség kitiltotta Szikkimből, miután a lámával találkozott. A nem mindennapi nőben fel sem merült, hogy visszatérjen Európába, így Japán felé vette az irányt. Itt találkozott egy szerzetessel, aki már járt Lasában. Elmondása szerint úgy sikerült bejutnia, hogy kínai orvosnak álcázta magát. Ezen felbozdulva David Neal 1923-ban visszafordult meghódítani a tiltott várost, majd egy évvel később buddhista zarándoknak álcázva magát sikerült bejutnia. Bőrét minden nap sötétítette, hogy minél kevésbé legyen európai kinézete. Inkognitóban Lasában töltött 2 hónap után visszatért Európába, kalandjairól és a tiltott városról pedig könyvet írt. Kit Carson egy igazi western hős. A helyi indián törzsekkel különösen jó viszonyt ápolt, 2 alkalommal pedig közülük választott feleséget. A legnagyobb sikerét 1842 után érte el, ugyanis a későbbi republikánus párt jelöltje John C. Fremont felvette maga mellé felfedezőnek. Fremont politikai pályafutása előtt számos expedíciót szervezett a híres vadnyugatra, ezeket felügyelte Carson. Megbízva a későbbi elbeszélésében olyan magasztos hangvételben beszélt Carsonról, hogy a felfedező szép lassan aféle népmesehőssé vált. Számos későbbi western történet főszereplőjét róla mintázták. Egyik felfedező útját azonban váratlanul félbeszakította az akkor kitörő amerikai-mexikói háború. Carson és főnöke Fremont csapataikkal beálltak a kaliforniai köztársaság zászlaja mögé, akik ezzel elsöprő győzelmet arattak. Mexikó vereségével egyébként Kalifornia végleg elszakadt a közép-amerikai országtól, így lett az Egyesült Államok része. John Coulter hírnevét 2 darab több ezer kilométeres túra hozta meg. Része volt a Lewis és Clark expedíciónak, amivel az első közt lett volna, akik átszelik az észak-amerikai kontinens nyugati részét, de végül nem ért célba. A kutatóút vezetői 2 hónappal az út vége előtt visszafordították, hogy hazakísérjen 2 eltévedt prémvadászt.
kora legkiválóbb felfedezőinek és vadászának számított, ezért nem száműzték a kispadra végleg, kiküldték inkább a Missouri vidékhez. Társával Manuel Lizával Coulter ezen az útján fedezte fel a mai Yellowstone Nemzeti Parkot. Gyorsan feljegyzéseket is készített a forrongó gejzírekről és termáltavakról, ám senki se hitte el neki, hogy ilyen vidék egyáltalán létezhet. Később, ahogy a vidékre egyre többen jutottak el, bizonyítást nyertek a történetei, és a Coulter Pokla nevű gejzír máig az ő nevét viseli. Szintén hozzáfűződik a Coulter futása nevű megtörtént eset is. Hősünket egyik útja során a Fekete Láb nevű indián törzs prémvadásztársával elfogta. Úti társai ellenálltak, ezért kivégezték őket, Coultert pedig elengedték, hogy fusson. Hamar ráeszmélt viszont, hogy egyfajta embervadászatot űznek vele, és vérszomjas indiának üldözik. Jófutó lévén lehagyta üldözőit, és egy folyóhoz elérve egy hódgátba bújva, végleg lerázta az indiánokat. Tenzing Norgay listánk 6. helye mellé elérte a Mount Everest csúcsát is. Sajnos a hírnév és a csillogás inkább útitársának Edmund Hillary-nek járt, mivel Tenzing csak egy serpa volt, azaz helyi őslakos. A képzett hegymászónak egyébként ez már a 7. próbálkozása volt a hegycsúcsok hegycsúcsával. Társával Hillary-vel egyébként majdnem lecsúsztak az első címről. Két másik hegymászó, Charles Evans és Tom Bourdillon korábban 90 méter híján elérték a csúcsot, ám Evans oxigén palackja elromlott, ezért kénytelenek voltak visszafordulni. Ezen felbuzdulva Hillary és Tenzing vette hátára a hegyóriást. Az új-zélandi hegymászó egyébként azért választotta a serpát útitársául, mert az korábban megmentette az életét, mikor egy szakadékba zuhant. A majdnem halálra fagyott Hillary-t kötélen húzta fel, amit a baltájára erősített. Az elképesztő páros 1953. május 29-én elsőként érte el a Mount Everest csúcsát. Miután az elmúlt pár percben meghódítottuk az összes földrészt, Ausztrália sem maradhat ki. Ernest Giles valószínűleg unhatta már a délutáni teákat és kriketmeccseket, ezért inkább fogta magát és nyakába vette belső Ausztrália ismeretlen vidékeit. Több hónapig tartó, fáradtságos utazásait az 1870-es években kezdte meg, és összesen 5 expedíciót vezetett a kontinensen. Második felfedező útja során Alfred Gibsonnal vágtak neki a senki földjének, amikor 8 hónap után társának a lova összeesett. Giles igazi gentleman módjára odaadta a férfinak a saját lovát, visszaküldte a bázisra, ő maga pedig gyalog folytatta az utat. 8 napig bolyongott, eközben érthető módon annyira marta az éhség, hogy mikor sikerült valami állatot elfognia, nyersen megette azt. A lényeg, hogy végül túlélte. Utazzunk vissza kicsit az időben is, Amerika nagy felfedezésének korába. 1526-ban, amikor nálunk a mohácsi vésszel éppen már kopogtattak a törökök az ajtón, a szerencsésebb spanyoloknak az új világra fájt a foguk. Egy Pánfiló de Narváez nevű főparancsnokot azzal bíztak meg, hogy alapítson 2 kisebb település Floridában, valamint védje is meg azokat. Az ő alparancsnoka volt listánk 5. helyezettje Álvar Núñez Cabeza de Vaca, akinek gyakorlatilag az útközben megszerzett kincseket is kellett őriznie. Narváez és a spanyol korona szerencsétlenségére az expedíció már az elején kudarcba fulladt. A főparancsnok egyik hajóját még Florida partjai előtt elsüllyesztette egy vihar. Végül a 600 fős csapatból 1528-ra 400 ember érte el a partokat. A helyi indián törzsek semmipa szíves vendéglátásukról voltak híresek, így a végére 80 ember élte túl a kalandot. Narváez sem maradt életben, helyébe de Vaca lépett. A következő 8 év a mexikói öböl északi partjának felfedezésével telt. De Vaca és emberei lettek az első európai kalandorok, akik eljutottak Texasba. Éhezések és további katasztrófák következményeként csapatának mindössze 4 tagja maradt életben az eredeti 600 fős legénységből, akik megköszönték a kalandot és hazamentek Spanyolországba. De Vaca viszont nem. Asszimilálódott a helyi törzsekkel és jó ideig köztük élt, mielőtt hazatért volna. La Relación című művében megírta kalandjait, a spanyolokat pedig emberi bánásmódra próbálta bírni az amerikai őslakosokkal szemben. Hugh Glass 1823-ban egy prémvadászat során medvetámadás áldozata lett. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy társai el akarták őt temetni, csak hogy az eszméletlen férfi még élt. Mivel nem akarták, hogy kárba vesszen, a teljes felszerelését és fegyverét elvették tőle, így mikor felébredt, törött lábbal és üres kézzel indulhatott útnak. Mivel a lábán a sebek elfertőzöttek, hagyta, hogy a halott húst kukacok egyék fel. A következő 6 hétben bogyókon és gyökereken élt. Csekély 320 kilométert tett meg, mire elérte a legközelebbi amerikai telepet, Fort Kiovát. Ismerős a sztori?
Nem csoda, hiszen Hugh Glass szerepéért kapott Oscar-díjat Leonardo DiCaprio. Következő vállalkozónk is a 19. századi Észak-Amerika felfedezésében játszott kulcsfontosságú szerepet. Bejárta Kaliforniát, Utah-t, Colorado-t és Oregont. Hugh Glasshez hasonlóan Jedediah Smith is megkapta a medvepuszit, egészen pontosan a fülére, de nem volt szívbajos és a leszakadt fülét visszavarta. Saját korában aféle kemény csávónak számított, hiszen számos indián támadást is túlélt, utazásai alatt pedig rengeteg zsákmányt szerzett főnöke egy legnagyobb örömére. Átütő sikert akkor ért el, amikor Ashley William tábornok csapatai az Arikara törzs fogságába estek. Smith önként jelentkezett, majd embereivel sikeresen kiszabadította a fogba tartottakat. Az elégedett tábornok előbb kapitánnyá nevezte ki, később pedig, mikor visszavonult, bevette társtulajdonosnak saját vállalkozásába. Na ez karrier! Fridtjof Nansen norvég felfedező elsőként jutott el Grönland Zord belső részeibe. Ezt azonban csak előjátéknak szánta az igazi nagy küldetése előtt. Elsőként akarta elérni az északi sarkot. 1893-ban útnak induló expedíciója előtt kutatásokat végzett, észrevette, hogy a megfagyott sarki jég keletről nyugatra áramlik, és ezen akart átvinni a hajóját is. Előrelátóan úgy tervezte meg a hajót, hogy a sűrűsödő jég ne összeroppantsa, hanem a hátára emelje, így az épségben megúszta a befagyást. Innen aztán szánokkal és kajakokkal mentek tovább, és a kutatóút végül sikerrel járt. A sark elérése után a csapatával Ferenc József földön vészelték át a telet, onnan tértek vissza Norvégiába. Tevékenységéért 1922-ben Nobel békedíjat kapott. Mára ennyit a 10-es listáról, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.